A látogató eljut Szigetvárra, néha utazik 300-500 kilométert, a történeti előismeretei nyomán egy dolgot biztosan keresni fog, az 1566-os ostromnak a nyomait. És mindannyian tudjuk, hogy az a vár, amit most Szigetvár látunk, már nem az a vár, ami 1566-ban keretet adott a várbéli életnek, a védekezésnek és végül Zrínyi és katonái halálának. Erősen átépítették. Ha a látogatót meg szeretnénk ismertetni a helyjel, illetve a történettel, akkor fogódzót kell adjunk számára, hogy a mai világban ismert helyekből elindulva eljusson az 1566-os helyszínig. És ehhez a 3D rekonstrukció után az egyik legjobb lehetőség. Szükségünk van arra, hogy bemutassuk, hogy a ma már csak igazából a látogató számára egy egységként megjelenő vár a 16. században négy részből állt. De ennek a négy résznek a két déli tagját mára a mostani Szigetvár település teljesen beépítette. Hogyha vonattal érkezik a látogató, és a vasútállomáson kiszáll Szigetváron, és visszalépne az időben 1566-ba, akkor valahol az újváros ostromába csöppenne éppen bele. Négy részből állt a vár, ezt a négy részt, az újvárost, az óvárost, a külső várat és a belső várat kellett a töröknek szisztematikusan elfoglalnia, részint egy délről északra haladó ostromot képzeljünk el, részint pedig párhuzamosan a vár minden egység ellen indított támadások sorozatából állt ez az ostrom. Hogyha ezt meg szeretnénk mutatni, a mai helyzet erre már nem alkalmas, a vár nagy részét a mostani épületek eltakarják, beépítették. A történet és a helyszín bemutatásának a legfontosabb eszköze így a vár háromdimenziós rekonstrukciója. A kiállításunk során azt a látogató igényt, hogy szeretné látni az 1566-os ostrom helyszínét, úgy próbáltuk kielégíteni, hogy elkészítettünk számára, a látogatók számára egy olyan laboratóriumot, ami alkalmas az időutazásra. A laboratórium első részében ismerd meg, kedves látogatóm, a helyet, a második részében ismerd meg a történetet, majd a harmadik részében menj is vissza. Mind a három egység feltételezi, hogy elkészítsünk egy olyan rekonstrukciót, háromdimenziós rekonstrukciót, aminek keretében megmutatható a hely, amihez kapcsolódóan a vár ostrom eseményei pontról pontra bemutathatók, és végül, amikor visszamegy a látogató az időben, akkor a 3D rekonstrukció segítségével el kell készítsünk egy olyan filmet, amiben a látogató maga is utazik, bejárja a várnak minden zegét, zugát, az ott talált régészeti leleteket ez utazáshoz kapcsolódóan megismeri, történetbe helyezi, és így megélheti az ostromot. Mindhárom kiállítási elemnek a legfontosabb eleme a 3D rekonstrukció. Nagyon fontos, hogy tagoljuk a várat a látogató számára. Mi az, amivel hazamegy a kiállításból? Ne várjunk sokat, nem tudjuk leterhelni a látogatót, hogyha megismeri azt, ha el tudja mondani otthon azt, hogy a szigetvári vár egy jóval összetettebb szerkezet volt, mint ami ma látszik belőle, már nagyon sok eredményt értünk el. És mindezt a 3D rekonstrukcióra tudjuk ráépíteni.